Hogyan különböztethető meg az MLM, a piramis játék és a pilóta játék egymástól? Egy tájékozatlan átlagembernek nagyon sokszor az illegális pilóta játék vagy piramis játék jut az eszébe a multilevel marketing hallatán. Azonban ez a két dolog, sőt igazából három, csak hasonlít egymáshoz, de van néhány markáns különbség. Szerintem az, ha valaki nem mer egy becsületes MLM céghez csatlakozni, ugyanolyan hiba, mintha valaki csatlakozna egy pilóta játékhoz, mert azt hiszi, hogy ez egy becsületes MLM vállalkozás. Manapság nagyon sok illegális piramis játék álcázza magát MLM cégnek, ezek a bújtatott piramis játékok. Vegyük sorra az eredetüket és a közöttük rejlő különbségeket, hogy miután ezt az előadást meghallgattad, többé senki ne tudjon ezzel becsapni. Pilóta játék szabályai Magyarországon 1988. januárjában. Egy repülőgép 8 utasból, 4 stewardból, 2 másodpilótából és egy pilótából áll. Mindenki egy szinten feljebb lép, ha a legalul lévők még 2 személyt szerveznek be a játékba. A gép osztódással szaporodik, szintváltáskor a pilóta elszáll, és a 2 másodpilóta 2 önálló gép élére áll. Aki utasként belép, jegyet vált, 15 000 forintot fizet a pilóta kezeihez. És ettől kezdve nincs egy nyugodt pillanata, amíg ő maga is el nem száll, 120 000 forinttal a zsebében. Ha csak a játék meg nem szakad. De a pilóta játéknak az a velejárója, hogy megszakad. Ez a természete. Ezért is illegális és büntetendő. A BTK úgy definiálja, hogy tényleges gazdasági tevékenység végzése nélküli jövedelem generálása. A pilóta játék, a piramis játék és az MLM közötti legfőbb különbségek. Az előbb leírt pilóta játék már első pillantásra lelepleződik, míg a piramis játéknál már körmönfontabb a csalás. A pilóta játékban nincs semmilyen termék vagy szolgáltatás, és a nyertesek nyeresége pontosan megegyezik a vesztesek veszteségével. A piramis játéknál már van termék, ahogy az MLM-ben is, ezért is annyira megtévesztő. De amíg az MLM-ben általában kiváló minőségű termékekről van szó, addig a piramis játékban nem ez a helyzet. Az itt megjelenő termékek vagy teljesen haszontalanok a vásárlók számára, vagy csak akkor juthat hozzá a friss belépő, ha egy bizonyos számú új tagot regisztrál be maga alá. A legtöbb esetben az ilyen termékeket nem is veszi meg senki, csak azok, akik a piramis résztvevői. A piramis játék akkor is működőképes marad, ha kiveszük belőle a terméket, mert az új belépők befizetései mozgásban tartják, legalábbis egy ideig. Ha egy korrekt multilevel marketing cégből kivesszük a terméket, akkor az működésképtelenné válik, mert csak a forgalmazott termékek után jár a bónusz. Ha nem forgalmaznak semmit, akkor nem keletkezik kifizethető jutalék. Egy példa a bújtatott piramis játékra. Egy amerikai kisvárosban élt egy kerékpárkereskedő a múlt században. Akkoriban 10 dollárért lehetett biciklit venni, de ő odaadta 8 dollárért is, ha a vásárló vett még 5 dollárért 5 darab kupont. Ezeket a kuponokat oda lehetett adni másoknak, és ha azok is vásároltak egy-egy biciklit, akkor az előző vásárló visszakapta az egy kuponra eső 1 dollárját. Vagyis ahhoz, hogy ő tényleg olcsóban vehessen biciklit, találnia kellett legalább 4 olyan embert, aki szintén vett egyet. Természetesen az új vásárlók is választhatták a 8 dollár plusz 5 kuponos árat, csak egy kisvárosban elég gyorsan elfogynak a potenciális vásárlók. Így aztán a piramis alján az emberek gyakorlatilag 13 dollárért vásároltak kerékpár 10 helyett. A kereskedő pedig szinte a kezdettől fogva 13 dollárt kapott a kerékpárjaiért, legalábbis akkor, ha sikerrel be tudta palizni a vásárlóit. Az előbbi szisztéma első pillantásra egyáltalán nem tűnik gyanúsnak. Egy teljesen normális marketing fogásnak tűnik a kuponokkal. Ha pedig még egy csavart is beletesznek, hogy aki ajándékba kapja a kupont, az is kap még valami kedvezményt vagy reklámajándékot, akkor tökéletes az álca. A közelmúlt egyik nagy piramis játéka a Kairos. A londoni székhelyű Kairos elvileg tárhelyet adott bérbe vállalati ügyfeleknek, és 150% hozamot ígért a hálózatba belépőknek. A lényege az volt, hogy egy belépőcsomag megvétele után a tag számítógépére feltelepült egy kliens program, ami lefoglalt egy bizonyos méretű tárhelyet, amit aztán az anyacég bérbe adott különböző vállalatoknak. A dolog több sebből is vérzett, mert a komoly üzleti partnerek fénysebességű szerverparkokban kínáltak tizedáron tárhelyet, ráadásul igazolt biztonsági rendszerekkel, automatikus tűzvédelemmel és áramkiesés elleni védelemmel ellátva. Ehhez képest a nagyika 5 éves PC-je a nappaliban, amivel az unokájával szokott néha skype-olni, nem tűnik igazi alternatívának.
A cég meg is bukott természetesen, a károsultak pedig futhattak a pénzük után. Ehhez a csaláshoz is az kellett, hogy a számítástechnikához nem értő és a csodában reménykedő hiszékeny kisemberek agyát elkábítsák és azok kinyissák a pénztárcájukat. De említhettem volna a OneCoin kriptovalutát is, hiszen a legfrissebb hírek szerint nincs coin, One viszont bírósági eljárás, meg vannak letartóztatások. Mi a közös a bújtatott piramis játékokban? A mai bújtatott piramis játékokra jellemző a kifinomult álca és a jó nagy só. Irreálisan magas jövedelmet ígérnek, ráadásul nagyon gyorsan. Olyan termékek forgalmazására lehet például előregisztrálni, ami még nincs is kész. De azt ígérik, hogy ha kész lesz, nem lesz konkurenciája, és igazi világszabadalom lesz. Akik pedig már most beregisztrálnak, azok természetesen sokkal olcsóbban a valós értékének a töredékéért fognak majd ehhez a szenzációs kütyűhöz hozzájutni. Sajnos volt már olyan munkatársunk nekünk is, akit sikeresen elcsábított egy ilyen bomba üzlet, ami azóta bedőlt. A csodakütyű nem készült el. Mi az oka annak, hogy olyan sokan hagyják magukat becsapni? Az emberek makacsul hisznek abban, hogy a sikerhez szerencse kell, és ahogy a reklám mondja, bármikor bejöhet. És nem látják a siker mögött a rengeteg munkát, a tanulást és a sok bukást. A siker olyan, mint amikor a kisgyerek járni tanul. Mielőtt elkezd szaladni, nagyon sokszor a fenekére esik, de újra feláll és tovább próbálkozik. A legtöbben úgy gondolják, hogy egyszerűen bele kell születni a gazdagságba, vagy ha arról már lekéstünk, akkor jókor kell lenni jó helyen. Véleményem szerint ez a tévhit az oka annak, hogy sokan bedőlnek a csalók trükkjeinek. Egészen biztosan itt az érzelmek kapnak óriási szerepet. Látványosan bemutatják a gazdagságot, azt a luxust, amit ezzel az üzlettel elvileg el lehet érni, az ember elkábul és úgy érzi, hogy végre jókor van jó helyen. Határeset a piramisjáték és az MLM között. Vannak olyan cégek is, amelyek ugyan legális multilevel marketing vállalkozások, de a termékük vagy a szolgáltatásuk iránt inkább csak a jó nagy felhajtás generál keresletet. Emlékszel még a TalkFusion-re vagy a konkurenciájára az iVovi-ra? Mindkettő videómail szolgáltatást kínált. Az elején nagyon ment nekik, mert nagy volt a show. Elkábráztattak azonnal fizető marketing tervel, de maga a szolgáltatás nem tűnt nagy durranásnak. Bárki felveheti az üzenetét az okostelefonjával, és ezer csatornát használva elküldheti, akinek csak akarja. Egy ilyen szolgáltatás, bár a cég szerint futótűzként terjed világszerte, nekem nem tűnik eladhatónak. Nem is nagyon vette meg senki a tagokon kívül, és szépen lecsengett ez a szenzáció is. A sikerük titka, addig amíg tartott, a szemfényvesztés és a csillogó ígéretek voltak. Nem bízom azokban a cégekben sem, akik begyűjtik a különböző testnedveinket, amit aztán kielemezve majd megmondják, hogy szükségünk van-e az ő termékeikre. Pontosabban nyilvánvalóan szükségünk van rájuk, a kérdés már csak a dózis lehet. Természetesen a termékeik lehetnek jók, de ha szükségesnek érzik, hogy engem manipuláljanak, akkor nekem már kileng a mutató. Hogyan kerüld el a csapdákat? Nyugodtan legyél gyanakvó, ha valaki egy szenzációs befektetés hírét hozza, amiben semmit nem kell csinálni, csak egy kezdőcsomagot megvenni. Rendkívül gyanús, ha olyan bemutatóra hívnak meg, ami valami luxus környezetben van. Kérdezd meg magadtól, hogy vagyok én annyira fontos ügyfél, hogy indokolt ez a pompa, vagy csak el akarnak kápráztatni, fel akarják kelteni a gazdagság iránti vágyamat. Nézz utána a cég hátterének. A Kairos például Londonban másik 500 céggel osztozott az irodáján. Azért ez elég gyanús. Keresd rá a cég minőségi igazolására. Az ellenőrzött minőség vagy az orvosi műszer igazolás nekem inkább valami jól hangzó kamunak tűnik, mint valódi minőségi igazolásnak. Az jut az eszembe róla, mint amikor a nagymamám dicsért gyerekkoromban. Azt mondta, hogy olyan jó kisgyerek voltam, hogy 6 üres faluban nincs ilyen. Szóval nézd meg, hogy az a minősítés vagy dicséret nem csak egy üres faluban állja-e meg a helyét, vagy hogy azt a díjat nem csak azért nyerte meg a cég vagy a termék, mert rajta kívül senki más nem indult azon a versenyen. És végül a legfontosabb, a gondolkodásmód. Ha nem hiszed azt, hogy láblogatással is meg lehet gazdagodni, akkor egyszerűen nem ugrasz rá az ilyen ígéretekre, szinte teljesen védve vagy. Mit kínál egy tisztességes MLM cég egy csaló piramisjátékkal szemben? Valóban kiváló terméket vagy szolgáltatást, ami iránt valós kereslet mutatkozik, és aminek a minősége és az ára köszönő viszonyban van egymással. Ahol nem a show adja el a terméket, hanem annak minősége. A tisztességes MLM cég tisztességes kompenzációs tervvel rendelkezik. Ez garantálja, hogy az elvégzett munka ellenértéke kifizetődik, és azt, hogy bárki lehet benne sikeres, mindegy, hogy mikor csatlakozott a céghez.
Vagyis, hogy csak annak fizet, aki eredményes, annak viszont biztosan fizet. Az lenne a tuti módszer, ha mindenre nemet mondasz? Korán sem. Ahogy azt már az elején mondtam, butaság nemet mondani egy valóban jó ajánlatra. Vegyük például a DX-en. Már elmúlt 25 éves, a ganodermás kávé nem egy új ötlet. Bizonyítottan a világ legnagyobb ganoderma termesztője. Olyan minőségi igazolásai vannak, amit a konkurensei nem tudnak felmutatni. Ezek mind ellenőrizhető adatok. Senkinek nem ígérünk irreális meggazdagodást, sőt. Tanulni és dolgozni hívunk minden érdeklődőt, de egy valamit megígérünk. Azt, hogy megéri dolgozni benne. Képzeld azt, hogy egy modern rabszolgaság börtönében vagy bezárva. Egész nap csak robotolsz és nem engednek ki, amíg le nem töltötted a 40 éves büntetésed. És a DX-en az ásó, amivel áshatsz magadnak egy alagutat a kerítés alatt. Az őrök nem fognak zavarni, és ha átjutottál a túloldalra, senki nem hoz vissza. De egy elég hosszú alagútra lesz szükséged, és azt neked kell kiásni. Vajon ez így elég biztosíték lenne neked ahhoz, hogy elkezdj ásni, vagy inkább maradsz a börtönben? Mi az oka mégis a sok kudarcnak az MLM-ben? A multilevel marketingben azért vallanak kudarcot olyan sokan, mert úgy akarnak változást, hogy minden maradjon a régiben, csak az ő anyagi helyzetük változzon meg jelentősen. Természetesen a pozitív irányba. A legtöbben nem akarnak tanulni, és csak mennek a saját fejük után, és ezt a szakmát nem akarják jól csinálni. A felelősséget általában a szponzoraikra, a felsővonalukra, meg a szponzorátjaikra hárítják. Pedig, ahogy Erik Warren tanítja, az MLM sikered vagy kudarcod a tiéd. Nem hibáztathatsz a kudarcodért mást, és a sikeredet sem másnak köszönheted, hanem elsősorban magadnak. Michael Strahovitz pedig azt tanítja, hogy az MLM sikerhez nem kell szponzor, és nem kell hozzá felső vonal sem. Tudod, mi kell hozzá? Csak alsó vonal. Remélem segítettem, és kívánom, hogy szabadíts ki magad a mókuskerékből, mert ahogy Erik Warren tanítja, ez egy jobb út. Köszönöm a figyelmedet! Eddig te figyeltél rám, most pedig én figyelek rád, ha kérdésed van, akkor tedd fel.